Szeretettel köszöntöm a Futsal magazin nézőit! Elindult a 2009-2010-es futsal bajnoki szezon, amelyben 11 csapat vesz részt, közülük 3 újonc, a Dunavarsánya Miskolc és a Gyöngyös Gárdája. Az első forduló szabadnaposa az FTC Goldball együttese volt. A további 5 találkozón magabiztos sokgólos hazai sikerek születtek, igazi gólparádé vár tehát most önökre, hiszen volt olyan mérkőzés, amelyen önmagában 19 gól esett. Az újonc Borsodvolán ese 9-2-re verte a Gödöllő együttesét, a másik 4 meccs összefoglalójához pedig jó szórakozást kívánunk! Gyöngyösi kötődés vagyok, tehát gyöngyösi lakos vagyok, így kerültem képbe. 97-ben még valamikor én is játszottam ezt a futszát a Szőlőskert Nagyréde csapatában. Valóban egy más játék, mint a nagypályás játék. Jelen pillanatban próbálok minél többet elsajátítani ennek a játéknak a tudományába, és majd a csapatomnak átadni. Azt mondom, hogy a torna az nagyon sokban segített, kellett a mérkőzés, hogy belendüljünk, mert már unalmasak voltak a sok edzés. Azt mondom, hogy a fiúk teljes mértékben felkészültek, azt kell, hogy mondjam, hogy a forma az még ingadozó, de azt hiszem, hogy a mérkőzések majd meghozzák azt is. Izzik a csarnok itt a magyar bajnok fehér mezben, a Berettyó Újfalu kezdi tehát az új idényt, a 2009-2010-es szezon első találkozója, amelyen az ellenfél az újonc Gyöngyös, és ahogy kell, egy bajnok és egy újonc összecsapásán még hozzá sem érnek a vendégek a labdához, és már is vezet a fehérmezes hazai gárda. Igazán méltó szezon kezdett a tavalyi aranyérmestől. Sáfár gólja az, amely megörvendeztette újra a teltházat produkáló berettyói szurkolók szívét. Meg is erősödött egyébként a tavalyi bajnokcsapat, amely éppen most egy kapufával riogatja ellenfelét, hiszen a mostani ellenféltől, a Gyöngyöstől igazolták le Fekete Viktort, és jött 2 brazil impozánsan futballozó fiatalember is, Leonardo da Silva Mendez és Melo José Michel, akik tehát azért harcolnak idén, hogy majd akár az UEFA futsal kupában, akár a bajnokságban, vagy akár a magyar kupában a fehérmezeseknek újabb sikerek teremtődjenek. Egyébként, ha már magyar kupa, akkor ez a 2 gárda, amelyik most is játszik, eddig 2-szer találkozott egymással a tavalyi magyar kupa kiírásban, akkor sima magabiztos 2 győzelemmel a Berettyó túllépett a gyöngyösieken. Azokon a gyöngyösieken, akik egyelőre szinte ki sem tudnak merészkedni a saját térfelükről, óriási lendülettel kezdtek a hazaiak, mindent megtéve, hogy tudatosítsák ellenfelükben, hogy ki az úr a háznál, micsoda csel volt egyébként. Ez is nagyon nagy kedven játszottak a hazaiak, esélyt sem adva a vendéggárdának. Annak a vendéggárdának, amelynek kispadján már nem Kovács Kálmán ül, nem tudta összeegyeztetni ezeket a feladatokat. Ugye az NB2-ben 14 ponttal győztek a gyöngyösiek, de itt az NB1-ben ez egy más kávéház, ahogy mondják, és ezt tapasztalhatták a 18. percben, amikor Nagy Tamás vette be a kapujukat. Aztán egy perc múlva jöhetett a következő gól is, de még a 2 gól között is volt helyzete a berettyóiaknak. Szóval nézzük, ahogy Viktor lövi be a labdát a kapuba. Ezzel 3-0, így az első félidő végén a 19. percben minden fontosabb kérdés eldőlt. A meccs vég kimenetele már nem volt kérdéses, inkább a gólkülönbség. De hát vissza oda a sztorihoz, hogy 14 ponttal megnyerték az NB2-t, de hát az NB1-be való fölkészülés, főleg anyagi szempontból még nem lehet azt mondani, hogy zavartalan. Izsvág Zsolt tulajdonos meg is próbált tenni mindent, hogy megfelelő körülmények legyenek a jobb sorsra érdemes gyöngyösieknél, akik ugyancsak igazoltak ebben az idényben, például Berkes László érkezett Gödöllőről, vagy pedig Weisz Tamás Csömörről. Egyébként megmaradt a magja a tavalyi bajnokcsapatnak. 2 bajnok tehát egymással szemben, de a látványosabbat és a gyorsabb futszált egyelőre a hazai gárda mutatja be. Itt is egy nagyon szép támadás, és bizony sok dolga volt Ficsor Dávidnak a gyöngyösi kapuban, hiszen állandó tűz alatt tartották a kapuját, ezúttal például Nagy István lövésénél csak a kapufa tudott menteni. Nagyon sokan nagypályáznak egyébként a gyöngyösieknél, itt közben Kolompár Zsolt gólja. Láthatjuk, hogy gratulálnak a társak, a 31. percben szerezte ezt. Pontosan odaért, és először a kapufát találta ugyan el, de másodjára már belőtte a labdát a hálóba. Szóval
a magyar futszál átka elérte a gyöngyösieket is. Nincsenek olyan játékosaik, akik csak erre a sportágra koncentrálnak, hanem mellette nagypályáznak is. És például emiatt a pénteki mérkőzés miatt többükről kénytelen volt lemondani az új vezetőedző Nagy Gábor, aki december 31-ig vállalta egyébként, hogy irányítja a Heves megyei alakulatot. No, itt van végre egy gyöngyösi támadás, és óriási a helyzet, de Pallai bravúrral védett, bebizonyítva, hogy ezért van szükség egy nagyon jó kapus, a Horváth Viktor közeli lövését tudta nagy bravúrral megmenteni. Egy jó labdaszerzés Nagy Tamás részéről, vissza is kapja a labdát. Hú, mi van ott, kérem? És a végén ki tudják hozni a vendégek ebből a kínos szituációból a labdát. A végén még láthattunk egy jó figurát, de az eredmény már nem változott. 4-0-ra nyert a tavalyi bajnok. Igazából, amikor a sorsást meghallottam, hogy gyöngyössel kezdünk, én igaz örültem is ennek, mert szerettem volna nekik bizonyítani. Egy szervezett csapat volt, tudtuk, hogy nehéz lesz az első mérkőzés. Igazából fegyelmezetten visszaálltok védekezni, és elég nehéz volt őket feltörni, de végül is sikerült aztán a végére 4-0-es győzelmet. Mindenképp szerettük volna elkerülni azt, hogy az első percekben gólt kapjunk, ennek ellenére a 18. másodpercnál vezetett a hazai csapat. Én bíztam ekkor is benne, illetve hát reménykedtünk benne, hogy sikerül stabilizálnunk ettől függetlenül az egészet. Én úgy gondolom, hogy utána azért a védekezésünket megszerveztük, megpróbáltuk a hazai csapat dolgát megnehezíteni, ami helyek közel sikerült is. A második gól előtt már letettük a időkérő táblát, sajnos pont abból a támadásból kaptuk a gólt. Én úgy gondolom, hogy ettől függetlenül tisztességgel helytáltunk. Isten hozta önöket a futszál NB1-ben. Hogyan is kerültek önök ide? Király Gábort én telefonon hívtam az NB2-es sorsolással kapcsolatban, hogy mikor lesz. Elbeszélgettünk, és ő megkérdezte, hogy nincs-e kedvünk az NB1-be indulni, ugyanis egy csapat visszalépett, a Dupont és a Gödöllő pedig egyesült, és így két csapat végül is létszámhiány volt. Többiekkel megbeszélve, vezetőkkel, az egyesület elnökével úgy döntöttünk, és a játékosokkal is, hogy bevállaljuk ezt az NB1-et. Anyagi háttér megvan rá, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Biztos, hogy végig játsszák ezek szerint? Tehát nem csak egy epizód szerep lesz? Hát nem. Biztos, hogy végig fogjuk játszani. Tudjuk, hogy egy kieső van, a 11 csapatból egy fog kiesni. Hallottam, hogy mindenki azt mondja, hogy azok mi leszünk. Hát megpróbáljuk azt, hogy benn maradjunk, de úgy vagyunk vele, hogy akkor sincs tragédia, ha kiesünk az NB2-be. A hazai rendezési futszál Európa-bajnokság árnyékában gondolom azért meglepte, hogy ilyesmi még előfordul. Igen, meglepett. Először nem is gondoltam, hogy ez komoly, de hát az, mert itt vagyunk. Tehát furcsa számomra, hogy így működik a futszál. Helyre tehetik most önöket rögtön az első fordulóban, mert azért a Honi első osztály egyik legjobb csapatához jönnek. Igen. Célunk a tisztes helytállás mai este. Hát nem tudom, három hete készülünk teljes heti három edzéssel. Volt edzőmeccseink is, ahol ott is jól szerepeltünk. Én bizakodó várok a mai meccs elé. Mi lehet az önök igazi erénye? Mit kell tudni a csapatról? Nagyon régóta együtt van a csapat. Egy-két új játékossal most kiegészült, és az NB2-es mérkőzésekből kiindulva nagyon össze tud állni a csapat. Inkább vonatkozik ez a hazai mérkőzésekre, idegenben azért volt, amikor beleszaladtunk egy-két vereségbe, de én úgy érzem, hogy a csapat egység az, ami erős nálunk. Milyen változások történtek a csapat házatáján? Hát igazából nagyon-nagyon nagy változás nem történt. A Dávid Ricsi ugye itt ül a lelátón, ő nagy pálya felé ment el, és ott szeretne most megpróbálni érvényesülni, illetve a Frank Peti most jelen pillanatban nem tartozik a kerethez. Egyébként így együtt maradtunk, és megpróbálunk tavalyhoz hasonló szereplést elérni. Mik az érkezők? Kertész Gergő érkezett a Dupontból. Ez előny vagy hátrány, hogy ilyen pici a változás? Hát szerintem azért nagyjából előny, mert azért csak össze van szokva a társaság, csak tudjuk már egymás gondolatait helyek közel, úgyhogy remélem, hogy előnyt kovácsolunk belőle. Jó sikerült a felkészülés? Tehát meg tudtatok mindent csinálni, amit terveztetek? Az edzések úgy érzem, hogy megvoltak, a munka megvolt, amennyit elterveztünk, vagy elterveztem. Aki becsületelég csinálta, az
szerintem nem is lesz rossz állapotban. Viszont voltak sérülésünk, ugye a Sivák Peti most is sérült, a Szűcsics is sérült, Csermel Gabi sincs 100%-os állapotban még, úgyhogy ilyen szempontból nem annyira, és az edző meccseinken is dadogott a dolog pontosan emiatt. De hát nem baj, ez út az újabb fiatal játékosoknak, akik remélhetőleg megállják helyüket. Mi a véleményed az ellenfélről, és arról, hogy így ide be tudott rugrani az első osztályba? Hát a pontos menetét nem tudom, hogy ők hogy és mint lettek NB1-esek, de végeredményben engem egy dolog érdekel, hogy ellenfeleink közé tartozik, és megpróbáljuk őket is legyőzni. Kellemes egy ilyen nyitány, hogy alapvetően azért egy teljesen újonc jön? Szerintem abszolút nem kellemes, mert azért egy lelkes csapattal fogunk biztos találkozni, akik meg szeretnék mutatni, hogy nem csak papíron jók, hanem egyébként is. És ugye egy nyitányon egy kötelező győzelem, hazai pályán, hát lehetne jobb is, de lehetne rosszabb is. Budafokon az Aramis az újonc Dunavarsány csapatát fogadta az idei NB1-es szezon első fordulójában, és az első percben már is egy helyzetet könyvelhettek el a hazaiak, méghozzá Nagy Gábor révén, ám lövését védte Kálai Henrik. Egy perccel később már nem volt szerencséje a vendégeknek, ugyanis Hausenauer lövése megpattant Gábor Zoltán lábán, így bekerült a vendég kapuba. Vezet az Aramis 2 perc elteltével, aztán a csapatkapitány javított előző hibáján, végigcselezte magát a hazai térfélen, majd higgadtan a kapu közepébe gurított. Itt már a hazaiak portása Sikur is tehetetlen volt. Azonban az Aramis nem csügget a gól következtében, és a következő percben, nevezetesen a harmadikban már is egy piroska lövéssel vétette magát észre, és ismételten védenie kellett még hozzá 2-szer is a vendégek kapusának, Kálai Henriknek, aki a 4. percben egy hosszú kidobást követően már a kanadai listára is feliratkozott, ugyanis kidobását Jónás Barnabás fejelte a kimozduló Sikur mellett a kapuba. 2-1-re tehát vezetett az újonc csapat az Aramis otthonában. És ha ez még nem lett volna elég, egy gyors kontrát követően a 6. percben növelte előnyét a Dunavarsányi együttes, méghozzá Kis László révén egy gyors korszerű kontra futott végig, és Balán passzát utóbbi Kis László váltotta gólra. Óriási sok a budafoki csarnokban, hiszen már 2 gólos különbség van a 2 csapat között. És nem álltak le a varsányiak, Balán megint remek ütempaszt tett Gábor elé, aki ezúttal a kapufát találta telibe, majd nagy körömpasszát Rábl püfölte kapura, lövése azonban elakadt Kálaiban. A kapu előtt pattogó labdák kirúgásaival eddig is gondjai voltak a vendégeknek, a 12. percben Rábl kotorta be a földről fekve a szépítő találatot a hazaiak részéről. Itt látható, ahogy Seres Gábor szerencsétlenkedett saját kapuja előtt, Rábl pedig szemfüles volt, és így visszahozta az Aramis reményeit. Egy perccel később Munkácsi piroska háromszögelés után az előbbi játékos gurított a hálóba, ezzel kiegyenlítve az állást, és még csak a 13. percben jártunk. Munkácsi és Piroska remekül megértették egymást ennél a gólnál. Ebből is látszik, hogy az Aramisnál ezt a taktikai elemet rendesen begyakorolták, és ez most eredményre is vezetett. A 3. hazai gól volt ugyanis, amellyel ki is egyenlítettek az Aramis játékosai. Frank messziről utána úgy döntött, hogy kapura lövi a labdát, azonban ennél Kálai résen volt, és a jobb alsó sarokból kitolta azt. A 16. percben azonban már a kapus is tehetetlen volt, ugyanis Csernagyi iszonyat nagy hintába ültette Pereszlényit, azt követően pedig a bal felső sarokba bombázta a labdát, már is vezet a tavalyi ezüstérmes Aramis csapata. 2 perccel később kis hián kiegyenlítettek a vendégek, ugyanis Balán veszélyeztetett, és remek passza után Pereszlényi középre rúgta a labdát, amelyet Csernai kis hián saját kapujába perdített. Ami az egyik oldalon nem, az a másikon bemegy. A 20. percben megszerezte 5. gólját az Aramis csapata, Piroska hozta kihagyhatatlan helyzetbe Hausenauert, aki be is állította a félidei 5-3-as eredményt.
Fordulást követően rögtön támadólag léptek fel a vendégek. Közvetett szabadrugást hárított rögtön Graham Sperger, aki a második félidőtől őrizte az Aramis kapuját. A túloldalon továbbra is Kálai Henrik állt a kapuban, ennél a labdánál azonban nem kellett játékba avatkoznia. Nem úgy a 24. percben, amikor Csernai lőtt élesen, és a kapus feje fölött a hálóban kötött ki a labda, így 6-3-ra vezetett az Aramis csapata. A 25. percben Rábl labdaszerzése után Frankkal játszott össze, de ez az ígyszer kimaradt, így az eredmény sem változott. A 26. percben jobboldali támadást vezetett a vendégek csapata, majd őrült rohanás közepette egy kontratámadás végén két támadóval szemben a cserekapus Varga Csaba hárított. A 27. percben született a találkozó legszebb gólja, amely Gábor Zoltán nevéhez fűződik. A vendégek játékosa remekül ismerte fel, hogy Graham Sperger kinnál a kapujából, és saját térfeléről emelte a hazai kapuba a játékszert. 3 perccel később Nagy Gábor és Rábl nem tudta gólra váltani a 2-1-ben szituációt, így elmaradt a hazaiak 7. gólja, de nem sokáig, hiszen a 33. percben Szegi Szabolcs újonc létére megszerezte pályafutása első gólját a Honi Futsal NB1-be. Igaz, dicséret illeti Piroska Andrást is, hiszen önzetlenül ő szolgálta ki a hazaiak debütánsát. Igaz, a gólhoz kellett Varga Csaba is, aki csak beleütni tudott a labdába. Ezt követően azonban már Varga is tehetetlen volt a 34. percben, amikor is Rábl János óriási gólt lőtt jobbal a bal felső sarokba. Ismételten csak Piroska volt a feladó, Rábl volt a befejező. Majd nem álltak le a hazaiak, összeestek a kékek. Piroska meg is nézhette, hogy hova lövi a labdát. Ezúttal ő szerezte a hazaiak találatát. Ismét egy szépségdíjas gólnak lehettek szemtanúi a budafoki nézők. A 37. percben pedig egy újabb nagy találat, ennek a szerzője pedig nem más, mint Munkácsi Richárd. 11-4-nél amolyan minden mindegy alapon támadásokat kezdeményeztek a vendégek, és ez ismét megbosszulta magát. Egy szép kontratámadás végén, nagy Szegi Frank összjáték végén a játékos edző talált a kapuba, ezzel pedig már 12-4-re vezetett az esélyesebbnek tartott Aramis csapata. A mérkőzés elején még senki sem gondolta volna, hogy ilyen nagy lesz a különbség, és mire ezt kimondom, ez már növekszik is, hiszen Szegi beadását Rábl továbbította a vendégek kapujába. Ez volt a 4. találata a mérkőzésen a válogatott játékosnak. A 39. percben ismét Rábl volt az egyik főszereplő, aki ezúttal labdát szerzett, majd a játékos edző Frank Tamás lábára varázsolta azt, aki közelről a kapu közepébe tálalt. Ismét gratulálatot egymásnak a két játékos szép támadás végén. Ez volt a 14. hazai gól, de nem az utolsó, hiszen a nagy kedvel játszó hazaiak a 40. percre is hagytak még örömöt szurkolóiknak. Frank Tamástól indult a támadás, aki összejátszott Naggyal, majd saját maga fejezte be ezt az akciót, valamint az egész mérkőzést is, hiszen beállította a 15-4-es végeredményt. A végére elfogytatok. Igen. Nagyon jó meccs volt szerintem az elején, aztán elfáradtunk már. Ez azért van, mert szerintem későn kezdtünk el felkészülni, de meg vagyok elégedve a csapattal, teljes mértékben helytálltunk, a végére elfogyott a szufla. Azért eléggé rágos falat az Aramis. Vannak olyan csapatok, akik ellen esetleg többre is mehettek ilyen játékkal. Reméljük, bízunk benne, hogy sok sikerünk lesz ebbe a bajnokságba. Mindent meg fogunk tenni. Csalóka volt az elején, hogy vezetetek 3-1-re? Nem hittük el mi se, felkészülten jöttünk, mert tudtuk, hogy jó csapat, de mindent megtettünk azért, hogy egy jó meccset játszunk. Volt egy nagyon szép gólod a második félidő, egyetlen dunavarsányi gólja, tudatos volt? Persze, igen, tudatos volt. Már egyszer ezt megcsináltam a Ferencvároson a Tóth Gyulával szembe, és megpróbáltam itt is. Gondolom volt kellemetlen része is a mérkőzésnek, pedig a végén már azért örömjáték lett. A vége az örömjáték volt, de az elején úgy néz ki, hogy kicsit bealudtunk. Még vezettünk 1-0-ra, aztán az ellenfél elhúzott 3-1-re. Hál' Istennek nem törtünk össze, hanem ez még nagyobb plusz erőt adott nekünk, hogy menni kellett az eredmény után, és már az első fél időben meg tudtuk fordítani.
Az egyértelmű volt, hogy erőben jobban bírjátok. Ennyit számít mondjuk a két osztály közötti különbség? Hát szerintem számít. Ugye nem tudom, hogy ők tudnak-e edzeni, van-e rá nekik lehetőségük. Ők szerintem egy éve kezdték el ezt a játékot, nagyon sokat kell fejlődni, és rengeteg futás kell ehhez, ami nem biztos, hogy megvan az erőlétük ehhez nekik hozzá. A ti csapatotok mennyire játszott jól? Nehéz az ilyen mérkőzéseken ezt felmérni, gondolom. Hát ugye az volt a legnagyobb probléma, hogy az alapozás alatt az edzőmeccseken nagyon rosszul játszottunk. És lehet, hogy ez még fejben még benne volt a csapatban, de hál' Istennek sikerült most úgy a helyzeteinket berúgni, és ezért sikerült ilyen nagy arányú győzelmet aratnunk. Így most egy meccs után mit jósolsz a dunavarsányiaknak? Lesz esélyükben maradni a játékerejüket felmérve? Ugye ez egy első mérkőzés, ezen megtapasztalhatják, hogy milyen az NB1 légköre, és szerintem fordulóról fordulóra erősödni fognak. És lehet, hogy még télen igazolni is tudnak egy-két játékost is, akkor lehet, hogy komolyan kell velük számolni, de szerintem a hátsó felébe fognak végezni a mezőnynek. Új szezon, új remények? Így van. Próbáltunk erősödni, nevekbe biztos, hogy sikerült, meglátjuk, hogy a játékban sikerül-e. Kik jelentik a legnagyobb erősítést? Hát mindenki, mind az öt igazolás igazából erősít minket. Jávor Pisti jött vissza, Jenei Otto jött vissza, Baranyai Pali tért vissza, ugye Nagy Zsoltot igazoltak a Dupontból, Zincsák Tomi az ötödik, aki hát szintén visszatérő. Miért van az, hogy visszajönnek? Miért vágytak el, és miért gondolják azt, hogy mégis itt jobb? Igazából azt nem értem, hogy miért mentek el. Tehát az, hogy visszavágynak, az teljesen érthető. Nagy részük itt lett igazán jó játékos, itt értek el sikereket. Utána miért gondolták azt, hogy máshol ugyanezt meg tudják tenni, aztán mégsem visszajönnek, nem tudom. Mi lehet a célkitűzés a bajnoki szezon előtt? Hát egyértelműen bajnoki cím, hogyha más módon indul el a csapat, annak nincs értelme. Hát most szerintem semmi értelme egy ötödik helyet kitűzni. Még akkor is, ha létrejött egy szupergrup, és ugye a Berettyó is évek óta meghatározó. Természetes, nem azt mondtam, hogy vagyunk a legjobb csapat, de hát egyértelműen a bajnoki cím a cél. Kicsit sok a veszteség, nem? Egy szponzor, jó néhány játékos, egy edző. Hát valóban nem rövid a sor. Komoly nehézségekkel küzdünk és küzdöttünk, hogy egyáltalán el tudjunk indulni a bajnokságba. Sok segítséget nem kaptunk, de próbáljuk önerőből megoldani, hogy ez a tradicionális egyesület ne tűnjön el a futszál térképről. Mi az oka ennek a szétesésnek? Hát nyilván nekik főképpen anyagi okai vannak, azért a válság a minket támogató szponzorokat is elérte, úgyhogy nyilván az ő pótlásuk nem ment egyik pillanatra a másikra, keressük a lehetőségeket, de egyelőre a minimális célkitűzésünk az, hogy el tudjunk indulni és be tudjuk fejezni a bajnokságot. Korábbi edzőként, illetve egy tőzsgyökeres játékosként hogy éli meg azt, hogy ilyenkor elmennek a játékosok, tehát nem tartanak ki? Hát nyilván nehezen próbálok azokra a játékosokra támaszkodni, akik kitartanak az egyesület mellett. Nem haragszom természetesen senkire, mert hát nyilván ha valaki úgy gondolja, hogy máshol komolyabb célokért tud küzdeni és komolyabb perspektívát lát benne, vádásom rá, tehát még egyszer mondom, nem haragszom rájuk. Szűkösen vagyunk, ez biztos. Keressük még a tehetségeket, hogy föl tudjuk esetleg újraépíteni a csapatunkat. Így milyen szakmai célkitűzésekkel vágnak neki az idénynek? Hát nem biztos, hogy távol állok az igazságtól, egy hosszú hagyomány lehet, hogy megszakad, és nem leszünk ott a legjobb négy között. Ez sajnálatos, de hát nyilván megpróbálunk mindent megtenni, hogy hát ha esetleg valami oknál fogva mégis oda tudunk férkőzni, nagy bravúr lenne. Hát ez a két csapat egymás ellen fejezte be a tavalyi szezont, és most egymás ellen kezdi. Sárga mezben a csömöriek, kékben pedig az üllőiek. Utóbbiak hazai pályán, és Györfi fordulásba leadott lövése indította a találkozót az első percben, míg a túloldalon egy Szalai által megszerzett labda került Mezőfalvi elé kissé szerencsésen, de nem tudott túljárni Nagy Zoltán eszén. Egy perc múlva pedig Tóth került helyzetbe, ki is várt egy ütemet, de a gól elmaradt. A csömöriek alaposan megfogyatkoztak egyébként az idényben, nagyon sok játékos távozott, ahogy a korábbi riportban hallhatták, a főszponzor is elment, így most már Rubeola FC Csömör néven láthatjuk a sárga mezeseket, és az, hogy Györfi pedig próbálta kivárni a legjobb ütemet, de Márkus dicsérhető, hiszen a kijövetele megakadályozta a vendéggólt.
Eltelt a félidő fele, egyelőre csak helyzetekig jutottak a csapatok. Szalai, Erdős, Mezőfalvi, Szalai volt a labda, útjafordulásból lőtt mellé a csapatkapitány, egyébként ez volt a kezdősora a hazai gárdának. Nagyon szép számmal látogattak ki egyébként a nézők is az ülői csarnokba, hiszen egy alaposan megerősödött hazai gárdát láttak. Ráadásul úgy, hogy most Jávor és Németh Péter, valamint Szimcsák Tamás nem is léphetett pályára, azért velük további minőségi javulás várható a hazai gárdánál, ott, ahol megszületett a szezon első gólja, méghozzá 13. percben Jenei átlövésből szerezte ezt meg. Hasonlóan nagy gólt lőtt májusban, még sárga színekben a kékeknek, most ez fordítva történt meg, hát biztos, hogy nem remeg meg a lába akkor, amikor korábbi klubja ellen kell futszáloznia. Rögtön a bekapott gól után jöhetett egy vendég kontra, s Meló Dávid nem ellé pattog. Lövése így sarokrugással folytatódott. A mérkőzés Györfi lőtt messziről, de lepattant egy hazai játékosa a labda, így újra próbálkozhatott Ugi Márk, és most egy sokkal veszélyesebb lövés következik Györfitől. Nagyon szép kivitelezés. Márkus másodjára fogja meg a labdát a 15. percben. Indulhatnak a hazaiak, Erdős, Szalai, ellövi, kicsit külsővel, kicsit spiccel, és vissza kellett vetődnie Nagy Zoltánnak, hiszen Somorai Attiláról pattant igencsak veszélyesen a saját kapuja felé a labda. Szalai, Tóth Miklós messziről, de a kipattanó után is folytathatta, a csömör majd jött az újabb akció, Mezőfalvi volt az, aki közelről nem talált el jól a labdát. Szép passz lett volna, de gyenge, ezt le is fülelték a hazaiak. Egy kicsit csapkodó volt a játék, ahogy most jól is látható. Egymás hibáiból éltek a csapatok. Végül Tóth Miklós, ez már zicser, és újra egy saját játékosról pattant a labda, de ez nem tud kifogni a vendégek kapusának eszén. Második fél időben járunk. Ugi és Györfi elég sokat voltak egyébként fenn a pályán, szinte végigjátszotta a két csatár ezt a mérkőzést, és ezen a találkozón bizony a védekezésből is ki kellett venniük a részét, névén, hogy nagyon sok hiányzó volt. Szente fordulásból lőtt, Nagy Zoltán azonban megint jól helyezkedett a kapuban. Bánfalvi és Jenei játszik össze. Szente is bekapcsolódik, Jenei messziről. Igazi Robinsonád. Nagy Zoltán bemelegedett alaposan, de hiába, mert nem tudott mit tenni a 24. percben, amikor egy szabadrugás után legújtott labdát Baranyai ragasztott be a bal felső saróba. Itt láthatjuk, hogy jól helyezkedik, és kíméletlenül eltalálja a labdát, belső csüddel csavarja. Remekül kivitelezett lövés, gratuláció érte a válogatott játékosnak. Nagyszerűen indul el, s Meló végig is viszi a pályán, de nem találja el a bal alsó sarkot. Voltak tehát a csömörieknek is ígéretes lehetőségeik, de a befejezéseknél nem volt elég éles a csapat. Szente milyen jól megtartotta a labdát, és óriási bravúrt mutat be Nagy Zoltán, hiszen volt ereje ennek a lövésnek, és mégiscsak bele tudott kapni a labdába. S Meló és Györfi, ideges is Györfi, hogy nem kapta meg időben a labdát. Jenei, hop-hop, már bizony odarúgtak neki, méghozzá elég bután, így tehát jöhetett a 6 méteres, méghozzá a 33. percben a sértett maga lőtte, és a kapufa segítségével megszerezte a harmadik gólt. Ezzel eldőlt a találkozó. Erősen és pontosan lőtt tehát Jenei Otto. Erdős volt az, aki egy szólóra vállalkozott, és a végén mellé lőtt. Nem volt túl nagy iram ezen a találkozón, viszont helyzetek itt is, ott is akadtak. Lám, itt van újra egy példa. Györfi kivárt, úgy tűnt, hogy már nem lesz semmi az akcióból, de aztán a visszacsel után csak-csak utat talált a lövése, pedig akkor már négyen is védekeztek a hazaiak közül. Tessék megnézni, hogy ott van a kapus, és mind a négy ülőjátékos ott volt a közelben. A 37. percben jártunk.
ekkor, és még mindig tartogatott a találkozó gólokat a számunkra. Nagy kedvejátszó Jenei adja éppen Szentének a labdát. Szépen körbejáratták, de nem sikerült Nagy Zsoltnak a kapuba találnia. Nem úgy, másodpercekkel később Jeneinek, akinek ez a mérkőzés azért pályafutása legjobbjai közé tartozhat, hiszen 3 gólt rúgott korábbi csapata ellen. Itt a 39. percben 4-1-re módosította az állást. Baranyait kell azért megdicsérnünk, hiszen nagyon szépen vette észre a csapattársat, aki jól helyezkedett le a hosszúra. Ugi. Márkus mellett. Hát szerintem földobta magát, de a játékvezető közel állt. Higgyünk neki. A 40. percben a végeredmény kialakul, hiszen Ugi Márk csak úgy, mint az előbb, a túloldalon sértettként értékesíti a 6 méterest. Ez sovány vigasz kategória. Aztán még maradt egy elképesztő jelenet a végére, egy hazai támadást kísérhetünk figyelemmel. Erdős középre adja a labdát, és ott, amikor nem azt hinné, hogy benn van, akkor Nagy Zoltán rávetődik a labdára, kap is egy szabadrugást. Kezet fognak a játékosok. 4-2-re nyert a hazai gárda. Volt munkád bőven? Hát volt, igen. Nem tagadom. De jól ment. Én úgy éreztem, te hogyan láttad a csapatot belülről és hátulról? Hát szerintem nem vallottunk szégyent. Amit eredetileg elterveztünk, azt próbáltuk meg megvalósítani. Stabil védekezésből a kontrákat. Talán elő lehettetek volna élesebbek, nem? Szezon kezdet van, maradjunk annyiba, hogy idén elejé formát mutattunk elől. Lehet ennél jobb? Meghatározza a jobb a játékotok? Persze, hogy lehet, sőt, jobb is lesz. Meghatározó játékosok hiányoztak, még sérülés és eltiltás miatt. Szerintem ezek után csak jobb lehet. Nem volt túl nagy iramú ez a meccs. Te úgy érezted, hogy sokat futottatok? Ez a magyar futszál irama volt ez a mérkőzés. Így játsszuk ezt a játékot itthon, még sajnos. Te mindig idegesíted az előző csapatodat? Mert tavaly a Csőnek lőtték volt, most meg a Csömörnek 3-at. Hát ez ma így sikerült, örülök neki. Igazából csapatból bárki lövi a gólt, annak örülünk. Mindig különleges érzés a volt csapat ellen játszani. Főleg úgy, hogy elég sokan hagyták el a tavalyi csapatomat. Örülünk a győzelemnek. Ez a Varga betű mire volt jó a pályafutásodban? Igazából nagy tervekkel érkeztünk Csömörre tavaly. Sajnos kevés munkát tettünk bele, ezért is nem voltunk eredményesebbek. A játékos anyag nagyon jó volt, keveset edzettünk, ezért volt csalódás volt a harmadik hely nekünk. Most lehet jobb a jelenlegi csapatoddal? Bízom benne, igazából most is volt egy pár hiányzónk az ellenfélnek is. Szerintem, hogyha náluk játszanak még a rutinos öreg rókák, nem csak 3-4-en, akkor nehezebb lett volna. Nálunk is a tavalyi gólkirály azért még nem volt a pályán, ezt éreztük, sok helyzetet hagytunk ki. Dolgozunk érte, többet edzünk, mint tavaly a Csömörbe, úgyhogy bármi kijöhet belőle, azon vagyunk. Új szupergrup alakult Győrött, hiszen korábbi és jelenlegi válogatott játékosok erősítik ezentúl a Dunatakarék Eto FC csapatát, amely zöld mezben balról jobbra játsza idényító mérkőzését a Legrand Metalcom Szentese ellen, a képen egy nagy visszatérő Madarász János például. 1400 néző látogatott ki a magvasi sportcsarnokban. Nem titkolt cél, hogy legalább ennyit, ha nem több nézőt mozgassanak meg majd minden második héten Győrött, és a sok más sikeres szakosztály, a női kézilabda vagy a foci mellett ez is egy húzó iparág legyen. Ennek az érdekében vették fel az Eto nevet is, és ne felejtjük el, hogy leigazolták a szövetségi kapitányt, Kozma Mihályt is, ő ül a kispadon. De építenek olyan fiatal játékosokra, akik már a korábbi szezonban is meghatározói voltak a győrieknek, például az a Drót Zoltán, aki itt most fölélő, de ebbe a sorba illeszkedik Pecál Csaba, Gölesz Robert, Szetti Balázs, vagy éppen Szabó Péter is. Aztán Hornis Ákos érkezett például Gödöllőről, és itt is a tízes meszt viseli, vagy Gyurcsányit említhetem, aki ezúttal Bíró Mihály kezébe emelt egy nagy zicset. Itt láthatjuk, hogy 13-as számmal az Erdélyből visszatérő válogatott támadó volt veszélyes. Egyébként a kezdő sora Harnis, Drót, Gyurcsány és Madarász volt a hazaiaknak, mögöttük pedig Balázs Zoltán a kapuba, tehát azt lehet mondani, hogy akár a válogatott is kiállhatna egy ilyen kezdő ötössel.
A szentesieknél nem volt nagy mozgás, ott is anyagi problémák vannak, mint ahogy ezt már sajnos megszokhattuk a honi futszál NB1-ben, nekik a tisztes helytállás, a célkitűzés, úgy gondolják, hogy ebben a szezonban talán elkerülhetik majd az osztályozós helyet, és nyilvánvaló, hogy nem kellemes pont az egyik nagy favorit otthonában kezdeni. A hetedik percben aztán Szabó Péter a második sorból fejel egy gólt, egy jó előre ívelés után átszáll a védőn, a labda, láttunk már ilyet nagy pályán is, éppen legutóbb a svédek ellen, hogy nem jól számítja ki a védő kollega a labda ívét. Szabó mögé helyezkedett és szép mozdulattal fejelt bíró mellett a kapuba. Itt láthatjuk, hogy jó hosszú volt ez az indítás, és pontos a végrehajtás. Ezzel a góllal, tehát a hetedik percben vezet 1-0 a győri csapat, de jönnek a szentesiek, és kipattan a labda, és amikor már mindenki azt hiszi, hogy elmúlt a veszély, akkor érkezik távolról Podonyi Norbert, és egyenlít. Bizony, talán az ő arcukon is látható, hogy meg vannak egy picit lepődve. Németi Lászlót, a korábbi szombathelyi és MTK játékos láthatjuk, aki irányítja a szentesieket. Itt van egy nagy védés Balástól, utána egy mentés a földön fekve Gülesztől, de nem jó helyre ment a labda, és Podonyi okosan emelt a kapuba. 1-1 tehát. Ekkor telt el a félidő fele. Gyurcsányi a tőle megszokott mozdulat, egy kicsit kifacsart helyzetből, egy átvétel után azonnal a hosszú sarkot veszi célba. Ezt többször bemutatta ezen a mérkőzésen is, ezúttal mellé ment. Aztán újra Gyurcsányi nagyot hibázik, és megy előre ellenállhatatlanul Erhardt Szilárd, és meg is van a jutalma. Ugyan majd a visszajátszásból láthatjuk, hogy Gyurcsányi szerzett öngolt, hiszen végül róla pattant be a labda, de Erhardt Szilárd az, aki megérdemli, hogy a neve azért a képernyőre kerüljön, hiszen labdát szerzett, nem hagyta magát elnyomni, és itt lehet látni, hogy rápattan Gyurcsányi lábára a labda. Ezzel tehát óriási meglepetésre már a vendégek vezetnek 2-1-re. És bizony, a félidő további része is azzal telt el, hogy a győriek támadgattak, de a nagyon-nagyon zártan és lelkesen védekező szentesiek betonfalat húztak a kapujuk elé, és nagyon jó formában védett bíró Mihály is. Már a 17. percben járunk, Harnis és Gyurcsányi játszik össze megint, egy jó lövés a hosszú felé, de valahogy az irányzékkal folyamatosan baj van, legalábbis egyelőre. Egy hosszú indítás, amit könnyedén le tud venni Drót, majd Madarász. Harnis is játékba avatkozik, Madarász lövi el fordulásból, de ismét csak egy sarokrugásig jut az esélyesebb csapat. Madarász is egyébként Erdélyből tért vissza, volt egy sérülése is, ami miatt most hosszabb időt ki kellett hagynia. Hát kíváncsiak leszünk, hogy hogyan tér vissza a honi NB1-be. Hogyan? Hát például egy góllal a 17. perce ugrott éppen a másodperc mutató, amikor Drót tovább pöckölt labdáját, továbbította a hálóba Madi. Mert lehet látni, hogy nem volt ez egy könnyű mozdulat, hiszen bíró már is repült felé a kapuból, de ahogy átvette ballal, utána még volt arra lélek jelenléte, hogy egy picit beleemeljen, belepöcköljön. Itt lehet látni, éppen annyira emelte meg a labdát, hogy a kicsúszó kapus lába fölött az átperdüljön. Alig telt el egy perc, és még mindig ugye döntetlen az állás, de egy jó kényszerítő után Drót. Hát igen, ő az, aki ilyenekre képes. Nem csak, hogy rálépett a labdára, hanem vissza is húzta hosszú lábaival, és ezzel rögtön olyan lövőhelyzetet tudott magának teremteni, amiből aztán a kiváló ballábával a rövid sarokba húzta le a labdát. Itt lehet látni azt, hogy nem csak rálép, hanem el is húzza, villámgyorsan megfordul, és tehetetlen a teljes szentesi védelem bírókapussal együtt. Nagyon szép gól, 3-2 tehát a félidő állása. Szentesi részről ez egy vállalható eredmény volt, de aztán alig, hogy elkezdődött a második játékrész, Harnis egy szögletugás után visszakapta a labdát, és igencsak éles szögből lőtt a hosszú sarokba.
ezt talán a kapus is háríthatta volna, itt lehet látni, hogy Gyurcsányi visszateszi, és ő ellövi, szerintem nagyon meglepte ezzel Bírót, hiszen oda a rövidbe azért nem illik gólt kapni, lehet is látni, hogy ő inkább egy beadásra számított, aztán újra Hardis, és ezúttal a kapufa ment, ez sokkal nagyobb helyzet volt, mint az előző, nagyon jó volt ez a passz és visszatett labda Madarásztól, bizony verve volt már a szentesi hálóőr, gól azonban nem született ebből az akcióból. Madarász tartja a labdát. Gyurcsányi, Hardis. Egyébként szerkezetet váltott a második félidében, a Győr már inkább 2-2-t játszott, és ehhez már cserélt is Kozma Mihály szövetségi kapitány, és a pályára küldte Drót helyett a 9-es számú Gülesz Róbertet ebben a sorban. Közben pedig egy Madarász bombát tekinthettünk meg újfent az ismétlésnek köszönhetően. Egy szentesi próbálkozás nem jut el azonban. Brinszki passz kísérlete a társhoz, Kerepeckihez. Majd jöhetnek újra a hazaiak. Leskó az, aki labdát szerez, visszakapja. De már lövő pozícióhoz nem jut, itt viszont kap egy jó labdát. És a beadása után próbálkozott Szabó Péter a gólszerzéssel, de újfent Bíró Mihály volt a végállomás. Leskó emel bele. Gyurcsányi majd megy cserélni. Most ismét a második sora van benne a győrieknek. Érkezik 30-as számmal Pecár Csaba is. Majd egy távoli lövés zárja ezt az akciót. A kipattanó labda után még messziről ismételhettek a rábapartiak. Hardis. 33. percben járunk, és ez egy nagyon szép gól. Gyurcsányi volt az, aki erőből rúgta középre a labdát. A nemzetközi szinten már megszokhatta, hogy ilyen könnyedén betett labdákat lefülelik a nézők, azt erőből be kell lőni, és látszik is, hogy Hardis nagyon nehezen tudja eldönteni, hogy mit tegyen, de csak érzésből beleteszi a lábát, el is esik ettől a mozdulattól, de a gól megvan, és ez a legfontosabb győri szemszögből. Nagyon szép, ahogy Hardis beindul a passza után, és a belőtt labdából megszerzi csapata 5. gólját, ő maga másodszor volt tehát eredményes. Szépen építik fel a szentesiek ezt az akciót. Lábról lábra megy a labda, és bizony Balázsnak kell védenie ezt a távoli löketet. Erhardt volt az, aki messziről küldte meg a labdát. Brinszki eladja. Jöhet Gyurcsányi. Ez most egy valódi kontra. Madarász teszi vissza a Drót. Gyurcsányi. Szépen kijátszották a helyzetet. De a gól elmaradt ezúttal, a taps viszont jár a nézőtérről. Fáradt, bizony egyre jobban elfáradt a szentesi csapat, és jöhettek sorban a győri lehetőségek. Hardis ezúttal távolról próbálkozott egy ballábas lökettel, folyamatos nyomás alatt tartották tehát a fehérmezesek kapuját, a zöldek. Drót Gyurcsányinak teszi a labdát, hú, ez bizony nagyon szép technikai megoldás. A kapufa segítségével rúgta a 6. győri gólt, a 13-as számú játékos. Drót volt az, aki könnyed eleganciával visszatette a labdát. Itt lehet majd látni, hogy megtartja, elé húzza, és bizony onnan ballal, éppen csak egy labdányi hely volt, megtalálta Gyurcsányi Zsolt, és ezzel 6-2-re módosította az állást. Tényleg nem is tudom, hogy fért be az a labda oda. Szűk 2 perc volt hátra ekkor a mérkőzésből, és Drót Zoltán gólja volt már csak hátra. Gondoskodott arról, hogy ne csak egy duplázó legyen a győri csapatban. Itt van az, hogy egyszer húzza, kétszer húzza, háromszor, és aztán a hosszú lábaival berúgja a labdát ballal, jobbal, mindegy neki. Szerintem a magyar futszál egyik legnagyobb tehetségéről van szó. Ha ő fejben, mentálisan ott van, akkor tarthatatlan. Mint ahogy ezt ennél a gólnál is bebizonyította, nem véletlenül lelkesek ezek a gyönyörű fiatal lányok. Itt lehet látni, hogy visszahúzza, aztán még egyszer, és a tehetetlen Bíró mellett berúgja a labdát a hálóba. Itt állt, fölényessé vált a győzelem, 5 góllal nyert a Supergroup, és a bajnokság egyik nagy esélyesének.